július 9-én kedden is nagy szeretettel köszöntöm a Hévízi Televízió kedves nézőit. Mai adásunkban elsőként híreinkkel jelentkezünk. Kérem, tartsanak velünk! A Hévízről elhurcolt zsidó mártírokra emlékeztek a holokauszt emlékműnél, ahol most a modern technika vívmányait bevetve állítottak emléket, virtuális séta keretében az egykori zsinagógát kívülről-belülről körbejárhatjuk okos eszközünk segítségével. Mindent el kell követnünk, hogy ehhez hasonló tettek soha, de soha ne következzenek újra az emberiség életében. A Hévízről elhurcolt zsidó mártírokra emlékeztek a holokauszt emlékműnél. Dr. Szarka Lajos történész emlékeztette a jelenlévőket. 80 éve hurcolták el megyénk zsidó állampolgárait városunkban, ez 4-5 itt élő családot érintett. 15 főnek kellett innen szekéren a Keszthelyi gettóba vonulnia, köztük volt dr. Sulho Vilmos, a hazai fürdőgyógyászatnak a megalapozója, és még néhány hévízi család. Ebből a 15 főből 13 főt szállítottak a Keszthelyi járási zsidókkal a Zalaegerszegre, 2 főt elvittek a Keszthelyi gettóból munkaszolgálatra. Közülük senki nem tért vissza, aki túlélte, az már nem jött vissza. Tehát azt lehet mondani, hogy sajnos a hévízi zsidóság múltja ma már történelem. Az emlékmű jelenleg az egykori zsinagóga helyén áll, mely 1933-ban épült, majd 1977-ben bontották el. A zsinagóga történetét egy információs táblán olvashatjuk el, melyből kiderül, a fürdő vendégek hitéletének gyakorlását is segítette fennállása alatt a templom. Hát, gyakorlatilag, ha a képernyőt nézik mögülem, akkor látják, hogy így nézett ki a zsinagóga. Gyakorlatilag itt is állt. A kiterjesztett valóság lehetőségeinek és a város egy projektjének köszönhetően most virtuálisan bárki bejárhatja a zsinagógát okos eszköze és a Hévíz applikáció segítségével. Egy úgynevezett topos projektben különítettünk el az ötletünk alapján egy összeget, illetve ez is szerepelt a pályázatban, amiből ezt megvalósítottuk. Ez egy nagy előkészítő munka, körülbelül fél éves előkészítő munka volt, hiszen nagyon sok anyagot próbáltunk összegyűjteni, viszont nagyon kevés anyagot találtunk. Képeslapokat, fotókat, adott esetben újságcikkeket, sőt, még tárgyi emlékeket is találtunk. Ezek felhasználásával állt össze a virtuális séta, melynek megtervezése során mind kívülről, mind belülről az eredeti állapotokat modellezték le. A zsinagóga nem csak körbejárható az eredeti helyén sétálva, de be is mehetünk az élethűen berendezett templom belsőbe. Javában zajlik a főszezon a hévízi tófürdőn, amely egy nyári napon akár 4-5 ezer főt is fogad. Az erős magyar vendégkör mellett új külföldi vendégkörök is megjelentek, és egyre több a családos látogató is. A nagy melegben, aki megteheti, a vízparton tölti az idejét, így javában zajlik a főszezon a hévízi tófürdőn is. Az elmúlt évekhez képest magasabb vendégforgalomról számoltak be televíziónknak, ami természetesen nagyobb feladatot ró a dolgozókra is, akik igyekeznek minden vendégigényt kielégíteni annak érdekében, hogy a tófürdőről mindenki feltöltődve térhessen haza. Vendégösszetételünk az mondhatni van egy nagyon erős magyar visszajáró vendégkör, nyilván ennek erre nagyon büszkék is vagyunk. Nyári szezonban nyilván mindig kicsit nagyobb lesz a külföldi vendégek részaránya, ez most az utóbbi években nyilván geopolitikai okokból kifolyólag annyiban változott, hogy az orosz vendégek aránya valamelyest visszaesett nyilván, és ezt valamennyire pótolták a nyugat-európai vendégek, illetve a, hát jellemző egyébként most a FAK államokból, például tadzsikisztáni, kirgizisztáni csoportjaink voltak, illetve mindemellett például a kínai vendégeknek az aránya is növekedő tendenciát mutat. Ha a korosztályi összetételről beszélünk, jellemző, hogy egyre több fiatal és családos vendég érkezik hozzánk, ezt a tendenciát igyekeznek követni a tófürdő szolgáltatásai is, mint a gyermekmedence, játszótér vagy programok terén a nagy sikerű holdfényfürdő. De a strand területén olyan pihenőzónák is vannak, ahol a nyugodt időtöltésre vágyók találják meg számításaikat.
Sokan vannak, akik minden évben visszatérnek nem csak pihenni, hanem regenerálódni is. Minden évben kétszer-két hetet töltünk itt el. Hála Istennek már visszamenőleg úgy körülbelül 25 évre használjuk ezt a lehetőséget. És úgy érezzük, hogy jó minden körülmények között, úgyhogy érdemes kihasználni. Egy erősebb nyári napon 4-5 ezer fő belépése is jellemző a tófürdőre, akiket jelenleg nagyjából 30 fokos külső vízhőmérséklet vár. 9. alkalommal hívta táborozni a hittanos fiatalokat a hévízi református gyülekezet. Balatongyörökön délelőttönként igei foglalkozások várták a gyerekeket, délutánonként pedig a kirándulás, a játék és a strandolás került a főszerepbe. A táborzáró alkalmon, amelyen a szülők is részt vettek, a fiatalok számot adtak az egy hét során tanultakból. Énekeltek, imádkoztak, s összefoglalták lelki értelemben, mivel gazdagodtak az 5 nap során. A gyerekek ezúttal fotónyomatos pólót, unókártyát, okoskockát és egy-egy közös fényképet kaptak emlékbe a gyülekezettől. A második napon a szeretetről beszéltünk. Most minden eddiginél többen, 46-an voltak részesei a református tábornak. Az idei motto Péter jól ismert intelme volt: egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Ezen ige szellemében gyarapodtak, növekedtek a résztvevők a foglalkozásokon. Látjuk és tapasztaljuk, hogy olyan világ van körülöttünk, amelyben szinte így mondhatom, hogy az ember embernek farkasa. Az elmúlt időkben nagyon nehéz tapasztalataink voltak arról, hogy mekkora a szeretetlenség, a gyűlölség, a tiszteletlenség az emberek között egymás felé. Ezért hát nem véletlenül választottuk ezt a mottót, és egész héten a gyermekeket az Isten igéjén keresztül arra tanítottuk, hogy az Isten az a szeretet, és hogy őtőle megtanulhatjuk a szeretetet, és hogyha az Isten szeretete ott lakik a szívünkbe, akkor bizony felnőttként is egymást tisztelő, szerető, egymást becsülő emberek tudunk lenni. Tiszi néni szerint áldott küldetés, hogy mindezt átadják a gyerekeknek. Ezt segítik a közös imák, énekek, csoportfoglalkozások, amelyek a hitbéli megerősítést szolgálták. A nagyobbak pénteknél Vízkeleti Márta, a kisebbek Kotora Erika és Kotora Pál hitoktató irányításával tanultak a hét során. A délután az mind-mind különböző szuperprogrammal telt. Mondhatnám itt a balatoni fürdést, a Sobrióska kalandparkba ellátogatást, mondhatnám itt a lángos sütést, a szalonna sütést, akkor a kirándulásokat és a különböző játékos, vicces programokat. A tábort ezúttal is elkötelezetten segítette Bíró Róbert, Balatongyörök polgármestere, azok pedig, akik részesei voltak a februári jótékonysági bálnak, adományaikkal jelentős mértékben hozzájárultak a gazdag programsorhoz. A gyermeken lettem, köszönöm Istenem én! Mesés valóság valóságos mese címmel nyílt meg Illés Major Julianna, festő és Szerdár Ünver török fotóművész közös tárlata a Gyenesdiási Községházán. A Vonyarcvashegyen élő alkotó meggyőződése, a művészet szeretete a kulcsa a világ béke ajtajához. Illés Major Julianna Zala György díjas festőművész több mint 3 évtizede formája és mutatja meg a világot alkotásain keresztül, a civil életben pedig elkötelezett kultúra közvetítőként s szervezőként szolgálta Vonyarcvashegyet, volt igazgatója a Nagyközség Művelődési Intézményének és iskolájának is. Művészterepeken csak akkor használom egyébként, ha elegendő idő van rá, mert nagyon időigényes. Képei bejárták a világot, 3 kontinens, mintegy 2 tucatnyi országában hagyott nyomot, hiszen a művésztelepeken készült alkotásait mindig a rendezőknél hagyja, amelyekkel aztán intézményekben, hivatalokban is találkozhat a látogató. Szeretem önmagamat adni mindig, és most ebben a háborús közegű közhangulatban szívesen fordultam a mesevilág felé,
és ehhez a sok szín használata, a derű, a vidámság kifejezésére törekedtem igazából ezekkel a meses témájú képekkel. Ezek bizonyultak a legalkalmasabbnak arra, hogy minél több színt használhassak a palettáról, hogy derűt sugározzanak a képek. Az alkotó missziót is vállal. Tárlatain 3-3 festő egy-egy képét is megcsodálhatja a publikum. Most a szerb, indiai és erdélyi vendégművész festményeit is szemügyre vehetik a látogatók. Egy kicsit több is nekünk, mint festőművész a környékről. Ugye a szomszéd faluban ő volt a Műöldési Ház igazgatója, tehát mint kollégák is hosszú évtizedeken át dolgoztunk együtt, és innen az ismerettség, meg a barátság, remélem, hogy a barátság is, és szerintem szívesen jött hozzánk, mi szívesen látjuk és szívesen mutatjuk be. A tárlat július végéig látható a községházán, a különleges alkotások munkanapokon fedezhetők fel. Megnyílt Hegyeshalmi László kiállítása Balatongyörökön. A Berta Bulcsú Művelődési Ház és Könyvtárban tartott megnyitó volt a 22 éve működő Györöki Nyári Tárlatok idei első eseménye. Hegyeshalmi László festő, grafikus képeiből nyílt kiállítás a Berta Bulcsú Művelődési Házban a Györöki Nyári Tárlatok keretén belül Color TV címmel. A vibráló vagy épp harmonikus színeket felvonultató alkotásokra és a megnyitóra rengetegen voltak kíváncsiak. Ma kezdődik hivatalosan a Györöki Nyári Tárlatok kiállítás sorozat. Erről azt kell tudni, hogy most már 22 évre tekinthet vissza ez a sorozat, úgyhogy 2002-ben kezdtük, és a célunk az volt, hogy nem csak a helyi művészeket és a környékbeli művészeket szeretnénk bemutatni, illetve kiállítási lehetőséget biztosítani számukra, hanem a nyárdereken olyan neves magyar kortárs művészeket lehívni, akiknek a kiállítását sokszor csak nagyvárosokban lehet látni. A gesztusfestészet és a geometria abstrakció jegyeit viselő, néhol ötvöző képein Hegyeshalmi László sokszor kultúr- és művészettörténeti elemeket használ föl. Az abstrakciót azért is érzi fontosnak, mert úgy gondolja, ez egy teremtő gesztus. Létrehoz a művész valamit, ami előtte nem volt. Ismerem régóta a Györöki Nyári Tárlatot, jó, nagyon sok kiállításon voltam itt, sőt nyitottam is kiállítást itt a Művelődési Ház galériájában, és Palásti Bese keresett meg, és kért föl arra, hogyha vállalnám, akkor szeretné, hogyha 2024-ben megrendeznék itt egy kiállítást, és ennek körülbelül egy évvel ezelőtt volt ez a történet, és én nagyon örültem, és felkészültem úgy, hogy az itt látható anyag az egy teljesen új vadonatúj anyag, sehol nem volt még kiállítva. Az alkotó úgy gondolja, hogy a vizuális kultúra megemeli az embereket. Kellenek olyan élmények a mindennapokban, amivel hozzá tudunk adni saját magunkhoz valamit. Két dologért jöttem el, maga a képekért, de a legfontosabb a Hegyeshalmi László volt, mert régen nagyon jó barátok vagyunk, és régóta ismerjük. Nekem is volt Veszprémben, ott egy önálló kiállításon a Dúl utcai palotában, és hát ez a kapcsolat olyan, hogy összehoz bennünket. Az itt kiállított absztrakt képeket nem feltétlenül érteni, talán inkább érezni kell. Aki kíváncsi rá, látogasson el Balatongyörökre, a Berta Bulcsú Művelődési Ház és Könyvtárba. És hogy telt a szünet? Szétnéztünk kicsit a környéken. Nézzetünk egyet a fiúkkal. A társaság is nagyon jó volt. Segítettünk a szomszédban! Megerősítettünk egy családi hagyományt, és végre egy csapatban játszunk.
Hazaszeretet, közösség, tapasztalat, anyagi megbecsülés. Legyél te az, akire mindenki felnéz. Csatlakozz a területvédelmi tartalékosokhoz munkád vagy tanulmányaid mellett. Magyarország békéje és biztonsága közös ügyünk. Hagyományos rendezvénye Hévíznek a nyári sörsétány. Az idén július 11-e és 14-e között várják a vendégeket a Rákóczi utcában és környékén hűsítő válogatott sörkínálattal, szórakoztató családi programokkal, kitelepülőkkel és igazi sztárfellépőkkel. A négy napos rendezvény részleteiről kértük tájékoztatást a rendezvénysorozat főszervezőjétől, Miklós Beatrixtól, a Hévízi Turisztikai Egyesület elnökétől. Tiszteltel köszöntöm kedves nézőinket a Hévízi trópusokon. És erről jut eszembe, nem tudom, hogy bírják ezt a rekkenő hőséget, de némi könnyítést jelenthet az a négy napos program, ami Hévíz városában zajlik majd 11-én csütörtöktől egészen vasárnapig. Jelesül sokadik alkalommal rendezi meg Hévíz városa a sörsétányt, úgyhogy aki üdítő nedűkre vágyik ebben a kánikulai hőségben, az föltétlenül látogasson el a rendezvényre, de hogy mi egyébbel találkozhat még a négy nap során az egyszeri látogató, arra nézvést köszöntöm a stúdióban a Hévízi Turisztikai Egyesület elnökét, kedves Bea, mi lesz a programban? 11-e csütörtök, ekkor kezdünk. Igen, de lesz egy nulladik nap is, tehát szerdával kezdünk, mert szerdán a Zene Mindenkié programsorozathoz kapcsolódóan, szerdán este is lesz egy jó kis koncert, egy nagyon kellemes kezdés, egy picit retro zenével indítanánk. Ez a rendezvény már a Rákóczi utcában lesz, tehát a sörsétány szokásos helyszínét fogjuk belakni. A szerdai program az csak így egy kicsit felvezeti ezt a programsorozatot, de már kint lesznek az árusok, kint lesznek a sörösök, úgyhogy lehet fogyasztani bőségesen finom söröket. Így rögtön az elején intézzük el, hogy ez négy napig így lesz. És még négy napig így lesz. Tehát a szerdától. Erről nem ejtünk külön szót, jó, hogy kitelepülők lesznek, sörök lesznek, borok lesznek, finom falatok is lesznek, továbbá természetesen a szokásos rendezvények, kísérő rendezvények. De akkor forduljunk rá a program, hogy úgy mondjam, vonzóbb részére. Én nem tudom, nem tisztem persze ezt megítélni, de én úgy gondolom, hogy az utóbbi évek legszínvonalasabb, legalábbis legnagyobb neveket felvonultató esemény sorozata lesz itt Hévízen. Hogyan sikerült ennyi nem idézőjelben vett, hanem valós sztárt megnyerni ennek a rendezvénynek? Hát könnyebbség volt, hogy a büdzsé egy picit nagyobb lett, ezzel sikerült olyan fellépőket is megszólítani, akiket korábban kifejezetten anyagi okok miatt nem lehetett megszólítani. És természetesen akiket megszólítottunk, azok azért egy picit toleranciát is tanúsítottak velünk szembe, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó kezdete lehet egy hosszabb távú, majd magas színvonalú műsoroknak. Talán nem sértődnek meg, de feltételezem, hogy nem tartozik az országosan ismert fellépők közé a nyitó hangverseny, az Alapáti Tangó Harmonika Zenekar koncertje, ez csütörtökön 6 órakor lesz. Ezzel nyit tulajdonképpen a fesztivál. Igen, azért nyit ezzel, mert ez közkívánatra van. Őket minden évben nagyon nagy szeretettel fogadják, és hiányzik ebből a repertoárból. Egyébként az ő műsoruk az kifejezetten a sörös rendezvényhez igazították, és igazítják ilyenkor, tehát ez azért volt jó, hogy ez felvezeti, ez hangulatot ad, és innentől kezdve szerintem megalapozzuk a négy nap jó hangulatát majd, hiszen tudjuk, Zalaapáti az picit közelebb van hozzánk, és hogy ne szaladjak nagyon előre, de a vasárnapi fantasy zenekart is szeretném megemlíteni, mert ők is hazaiak.
Tehát úgy gondolom, hogy az eleje és a vége az a hazai pálya, és a programsorozat közben pedig csillagos ég, mint Király Viktor. Megvan a keret ezek szerint. Igen. És az egész biztos, hogy az Alapáti Zenekar fergeteges hangulatot fog csinálni. Többször volt alkalmunk már hallani őket. Varázshangok családi játszótére szerintem önmagáért beszél, és az első nap csütörtök sztár vendége dr. Béres és a Gics Parti. Igen, egy picit kedveztünk. Nem sejtelmes, hanem egy picit kedveztünk a 40 pluszos korosztálynak is. Úgy gondolom, hogy az Alapáti harmonika zenekarról ugye megszólítottunk mindenkit, hiszen az öregnek fiatalnak egyaránt, és akkor a buli az folytatódjon dr. Béresékkel. Péntekre virradóra 18 óra 30-kor kezdődnek a koncertek. Így van. A meleg miatt egy picit később, nyilván érthető okok miatt. Így van. Sipos F. Tamás lesz a nyitó koncert, és utána durran a Rákóczi utca Király Viktorral 8 órakor. Szerintem egy szöget, egy tűz sem lehet majd leejteni. Én azt gondolom, hogy nagyon színvonalas programot hoz nekünk Király Viktor, és nagyjából a pénteki nap csúcsa ő lesz majd, és utána pedig egy szintén hazai fiatalember egy retro, illetve egy picit modernebb vonalú diszkóval viszi tovább a programot, ő a DJ Somix. Szombaton pedig, akik kilátogatnak, nem tudom milyen idő lesz, mert most egy picit nem figyeltem az időjárás jelentést, vélhetőleg még mindig kánikula lesz. Tehát ha 18 órakor kilátogatnak a fesztivál helyszínre, óriás buborék show. Igen, ez felnőtteknek, gyermekeknek egyaránt program. Ezek akkora buborékok, hogy bárki belefér, és nyilván ez egy picit vizes közeg, tehát hűsít. Üdítő. Hűsít és üdít, így van. Utána pedig egy igazi, hogy mondjam, nemzetközi kitekintést teszünk, mégpedig a Méz együttes koncertjével és az Erin ír tánccsoporttal. Ezt se kell nagyon kommentálni, de azért próbáljuk meg. Igen, hát autentikus zenét játszik az együttes, és a produkció közben fellép tulajdonképpen ez egy step tánckar, iszonyat energiával, hihetetlenül szépen, a programba illeszkedően nagyon, nagyon intenzíven, tehát az egész színpad remeg, és hát a közönség pedig tombol. Ez már néhány évvel ezelőtt egyszer vendégül láthattuk őket, nagy siker volt akkor is. Hát Michael Flatley óta az ír táncnak, hogy mondjam, kultusza van Magyarországon, és sorra nyílnak egyébként az ír táncklubok is, úgyhogy aki behatóbban akarna ismerkedni velük, szombaton 19 órakor, majd 20 órakor szombaton Kefir Vétek koncert. Igen, hát ő is egy nagyon kedvelt személyiség, úgy gondoltuk, hogy minden alkalommal, mind a három vagy négy napon át mindig legyen egy kiemelkedő, egy csúcs. Ez Kefir lesz ebben az esetben, és az ő zenekarával fogunk egy rövid egy órás koncertet meghallgatni. Rövid, de tartalmas. Igen, igen. Ő azt gondolom, hogy az embereknek nagyon, az emberek között nagyon kedvelt, és hangulatot terem, tehát fontos, hogy jó legyen a sör alá a hangulat. Ezt a hangulatot egyébként fenntartani, vagy esetleg fokozni hivatott 21 órakor szombaton Német Fáni és zenekara. Így van, Fáni is kötődés, Hévész kezdhelytérségéhez. Az ő művészeti ága egyébként az színház, a színművészet, a musical, de ezzel a zenekarral, amivel nyáron turnézik, mindenkit hallhatunk tőle, Koncz Zsuzsától egészen, szerintem Liza Mendeléig. Akkor egy egész átfogó képet kapunk korunk zenei életéről. Július 14. vasárnap, 19 órakor, Aut Csilla koncert. Én úgy gondolom, hogy őt nem kell bemutatni a hévízi közönségnek sem. Ő egy olyan autentikus személyiség, akivel jól együtt lehet dolgozni, szép lezárása egy ilyen rendezvénynek, vagy rendezvénysorozatnak, és nem véletlen, hogy utána pedig a Fantasy Együttes fogja zárni ezt a programsorozatot. Mint keret, amint az igen, elején, már említettük a beszélgetés elején. Mit várnak a szervezők ettől a rendezvénytől ebben a hőségben? Azt gondolom, hogy picit később kezdődnek majd a programok, érthető okok miatt, de talán tovább fognak tartani, jó hangulat lesz, és hát rengeteg vendéget várunk. Hát akkor legyen ez így. Nagyon szépen köszönöm Miklós Beatrixnak,
a tájékoztatást, önöknek pedig azt kívánom, hogy csütörtöktől vasárnapig, ha délután nincs más programjuk, akkor sörsétány Hévízen, ha van más programjuk, akkor próbálják meg átütemezni, mert sörsétány Hévízen csütörtöktől vasárnapig. Köszönöm, hogy velük voltak. Eszeges-Keszeget Gyenesen, Keszeg Fesztivál tartottak Gyenesdiáson immár 15. alkalommal. A jó hangulatú rendezvényen minden a halról szólt. Egy-egy ilyen programfesztivál gasztrokulináris élvezet bebizonyítja, hogy ha ügyesen készítik, egyik legfinomabb hal lehet maga a keszeg. Napos fesztiválra várták a keszeg és a halak szerelmesei Gyenesdiáson a termelői piac területén. A jól ismert rendezvény nagy népszerűségnek örvend a térségben, a keszegsütés mellett halászléfőző versennyel, koncertekkel és beszélgetésekkel várták az érdeklődőket, akik, ahogy ez lenni szokott, szép számban gyűltek össze a hétvégi programon. Ez a 15 éves rendezvény arról szól, hogy itt a balatoni halak közül a keszeg a főszereplő. A keszeg, amely ilyenkor egy hétvégén át fogyasztásra kerül, először is kiválóan elkészítik, 52-szer beírdalják, besózzák, alapos előkészület után bizony gondos kezek kisütik bő olajban, és én azt gondolom, hogy ez a közel egy tonna mennyiség, ami évről évre ilyenkor el szokott fogyni ezen a hétvégén, bizonyítja azt, hogy a balatoni ember szereti a balatoni halat. A kétnapos fesztiválon igyekeztünk az idei évben is, mint hogy korábban a sokszínűségre törekedni, arra, hogy lehetőség szerint a legszélesebb rétegek megtalálják a maguk számítását a programokban. A keszegek mellett halászlét és különböző halételeket is kóstolhattak a jelenlévők, és ahogy korábban, most is több csapat, baráti társaság nevezett a halászléfőző versenyre. Mit készítetek ma? Paprikás krumplit, nem. Egyébként halászlevet készítünk, hiszen ez egy hal főző fesztivál. És mi most úgy döntöttünk, hogy egy nagyon egyszerű alaphalászlevet készítünk. Ugye előző években mindenféle ilyen különlegességekkel indultunk, mint a rábaközi halászlé, ami egy savanyú, habarásos, kapros halászlé. Előtte halbensőségekkel töltött raviolit készítettünk, de volt már bajai halászlevünk is gyufatésztával, ezek mind saját készítés, tehát még a tésztát is mi gyújtuk. És most úgy döntöttünk, hogy egy visszatérünk az alapokhoz, ez a legősibb, legegyszerűbb, ez a dél-balatoni, más néven petyek, amikor csak a egyszerű halpatkók szépen be vannak írdalva, belekerülnek az alapba, és akkor összerottyan egy 40 perc alatt. Egy halászlevet szeretnénk csinálni, tiszai halászlevet, balatoni halból, én horgászom is, és Kelet-Magyarországból, a Tisza vidékéről származom, Szatmár vármegyéből, ide költöztem egy 7 éve, és ezért én mindig tiszai halászlevet csináltam. Egy jó pasírozott alapból, összevágott halakkal, ami vegyes hal, keszeg és ponty. Az elkészült halételeket szakavatott zsűri bírálta különböző szempontok alapján Zámbó Tibor mesterszakács vezetésével, akit évek óta hívnak erre a rendezvényre. Többfajta halászlé, a többfajta alatt inkább kétfélét értek, van a passzírozott halászlé, ez általában a balatoni vagy a tiszai halászlének hívják, és van a dunai halászlé, amelyik egy kicsit ilyen bővebb, inkább egy gulyáslevesre hasonlító produktum termék. Kézműves vásár, helyi termékek, frissítő italok és nevetés, Ihos József, vagyis Kató néni is tiszteletét tette a Gyenesi Keszeg Fesztiválon. Miért vállaltál te ilyen szerepet? Kinomba csókolom. Gyenesdiáson lakunk, és hát minden rendezvényen részt veszünk itt, mert nagyon szeretjük a rendezvényeket, meg aktívan is szoktunk. Most kóstolóra jöttünk, nem főzünk, máskor szoktunk mi is a nagymezőn, ami van a rügyfakadás, van egy szép klubunk, azokkal szoktunk főzni. Most kóstoltuk, és nagyon meg vagyunk elégedve, szokásos baráti kör. Finom ételek, italok vannak, mindenkinek tudom ajánlni. A Gyenesi Keszeg Fesztivál remek hangulatban telt. A szórakozás garantált volt, és senki nem maradt éhen.
Rovataink közül programajánlóval, talentumpódiummal és színemával jelentkezünk. Végezetül pedig a Hello Kids zenekar hévízi koncertjének első részét láthatják. Én már a búcsúzom, kollégáimmal együtt kívánunk további tartalmas televíziózást. Minden jót, viszontlátásra! Július 11-től 14-ig, csütörtöktől vasárnapig idén is várja látogatóit a hévízi sörsétány. A széles sörválaszték mellett ebben az évben is helyet kapnak finom ételek, zenés programok, a gyermekeknek ugrálóvár, illetve helyi árusok, akik egész nap várják portékáikkal az érdeklődőket. Bornapok a Gyenesdiási Kárpáti Korzón. Július 11 és 14-e között az érdeklődők megkóstolhatják a környék legnépszerűbb pincéjének borait, ezen kívül az elmúlt évek hagyományainak megfelelően ezen a hétvégén is változatos zenés programokkal várnak mindenkit. Július 10-én 20 órai kezdettel a Hotel Európa Fit szállodában előadást tart dr. Kádár Anna Mária pszichológus és Vörös István újságíró. Az est témája az emberi önismeret, illetve az, hogy miként fordítsuk hasznunkra azt, amitől a legjobban félünk. Részvételi díj 3000 forint per fő. További részletek a szálloda honlapján. Vonyarcvashegyen idén nyáron is megnyitotta kapuit a Panoráma kertmozi. A Fürdő utcai kultúrlétesítmény a hét minden napján este 21 órai kezdettel változatos filmkínálattal várja látogatóit. Részletes műsor a kertmozi Facebook oldalán található. Játékra fel néven drámapedagógiai tábort szerveznek alsó tagozatos diákok számára a Vonyarcvashegyi Művelődési Házban július 22-e és 26-a között. A foglalkozások fő témája a beszédművelés, mozgásfejlesztés, beszédtechnika, illetve az ön- és társismeret. További részletek a www.vonyarcvashegy.hu oldalon találhatóak. Szeptemberig a Zene mindenkié címmel változatos koncerteket szerveznek a dr. Schulhof Vilmos Sétányzene pavilonjánál, illetve a Rákóczi utcában. További információk a www.hevis.hu oldalon találhatóak. A Majestic Sounds hangverseny sorozat megálmodója és művészeti vezetője Teleki Miklós, Artisus díjas orgona és zongora művész 2024-ben is 60-70 perces változatos orgona és kamarazenei hangversenyt ad szerdánként 20 órai kezdettel a hévízi Szentlélek templomban. Júliusban, illetve augusztusban is lehetőség nyílik különféle tematikus hévízi túrákon részt venni és megismerkedni a fürdőváros különlegességeivel, látnivalóival, valamint a Nyugat-Balaton térségével. Túravezető segítségével fedezhetik fel a Véderdőt geobotanikai séta keretein belül, illetve a tó környékét és mind az öt hévízi templomot is. A túrákra előzetes bejelentkezés szükséges. További információk a www.hevisiturak.hu oldalon találhatóak. A Bobofan Park több mint egy klimatizált játszóház, a környék legmenőbb találkozóhelye. Egy fedett élménypark, ahol az időjárás nem szab határt a kalandoknak. Kihívásaival kizökkenti a tiniket az online világból, a felnőttekből pedig előhozza gyermeki énjüket. Bátorságpróba, szórakozás és randi helyszín. 2 órás jegy. Vége a napnak? Most kezdődik csak igazán. A Bobofan Parkban szerdától péntekig 17 órától kedvezményes belépőjegyek válthatóak. Nincsennél menőbb és izgalmasabb program hétköznap délutánra. Minden szerdán 20% kedvezmény a belépőjegy árából. Törj ki a szürke hétköznapokból, és vegyél aktív élményekkel újabb lendületet. Élvezd, ahogy az aréna színes játékkavalkádja új energiával tölt fel. Időjárás független kalandok minden korosztálynak.
A világ legfélelmetesebb és egyben legszeretnivalóbb főgonosza hosszú idő után visszatért. Olyan sok kihagyás után, hogy igazából már nem is annyira gonosz. Főhősünk újra találkozik Lucy-val, Margot-val, Edith-tel és Agnes-szel, illetve színre lép a legújabb családtag is, Gru Junior, akinek legfőbb célja, hogy apját bosszantsa. És természetesen vele vannak hű segítői is, a minyonok. Egy betörés legfontosabb része, hogy ismerd a lehetséges veszélyeket. Elkábítottam magam! Az Illumination filmje. Kösz, Ron. Gru 4. Hamarosan a mozikban. Vigyél a Holdra. A 60-as években kiéleződött az űrverseny. Az Egyesült Államok és a Szovjetunió minden eszközt bevet a győzelem érdekében. Az amerikaiak hatalmas hátrányba kerülnek, amikor az oroszok elsőként küldenek embert a világűrbe, és tudják, ha a Holdat nem ők hódítják meg először, örökre elvesztik a küzdelmet. Még akár tisztességesnek éppen nem mondható eszközöktől sem riadnak vissza. Channing Tatum és Scarlett Johansson főszereplésével. Oroszokkal szemben. Fel kell vennünk egy tartalékverziót a Holdra szállásból. Mármint játsszuk el. Soha senkinek nem beszélhet arról, amit csinálunk. Ezt így nem vállalom. De akkor lelődik. Mennyi pénzünk van rá? Uram, atyám! Sokkal, de sokkal többet tudok a Holdról, mint amennyit rólad. Hamarosan! Engedélyt kérek az indításra! Ha ezt meghamisítják, akkor minden áldozat, amit hoztunk, értelmét fogja veszíteni. Nélkülem nem jutottatok volna el idáig. Három, kettő, egy,
Vigyél a Holdra! Az Armstrongon megy nyavajgó pöcs. Le kell cserélnünk. Kubrickot kellett volna hívnom. Hamarosan a mozikban! A boldogság ügynöke. A Himalájában található Bhután mindössze 700 ezer lakost számlál. Az országot tartják a föld utolsó buddhista királyságának, ami csupán az utóbbi évtizedekben kezdett el modernizálódni. A világon egyedülállóan itt működik boldogságminisztérium, ahol a boldogság ügynökök feladata az, hogy felméri a lakosság boldogság szintjét, feldolgozzák az eredményeket és azok segítségével növeljék az állam jólétét. A film két ügynököt követ nyomon, akik kérdőíveikkel járják a Himalája elszigetelt kis falvait. Csicsa, Bartolo, luxury gári. Ha van, nem már két kuszi ugyan. Kaki példom, jácsi gágomé, ha-ha-ha-ha, bébé. Jácsi gágomé. Jóta. Ebből a girlfriend. Ászenta? Ha. Dóni ég alá? Ég alá. Kélen, szemcsóni dó alá. Én nincs ám, kicsit egy mánó, tudom, nyelem tommé. Nyelem maró, tesz tommán, kőtel, olyányi, pám, tesz ugán, szemcsi meongányi, pincse tesz ugán, szemcsi meongászé. Hányi ászé, tátú tányi nincsi. Beszélni, ő a csorral, ő a csori, de bulog nincs, de sok dinon a tenni, de pálnunk van. Bolero. Megtörtént események alapján. A 20-as évek Párizsában a Rubinstein társulat borzolja a lakosságot polgárpukkasztó előadásaival. A 40-es éveiben járó Maurice Ravelt bízzák meg, hogy kísérő zenét komponáljon készülő bemutatójuk alá. A világháború hatására teljesen reményvesztett zeneszerző ihlet nélkül tengette hétköznapjait, de a felkérés új értelmet ad életének, aminek eredményeképpen megalkotta a ma már klasszikusnak számító bolerót. Maurice Ravel, je vous cherchais. Vous allez écrire la musique de mon prochain ballet. Ce qu'il me faut, c'est du charnel, de l'envoûtant, de l'érotique. Vous êtes un brillant technicien, mais je vous crois incapable de produire la moindre émotion. Vous n'avez pas assez confiance en la vie, Maurice. Osez, on va mieux quand on ose. Tous les sons. Tous les bruits deviennent musique. Je crois à quelque chose qui doit surgir, une idée. Je pourrais vous embrasser, Michel, et je vous mentirais si je vous disais que j'en ai pas envie. Mais ça, n'importe quel homme peut le faire. Moi, j'ai préféré composer de la musique pour vous. Il y a un autre homme dans ma vie, Maurice. Vous avez libéré votre nature volcanique. Ce morceau n'a aucun sens, c'est un exercice de style, ça n'est même pas de la musique. J'ai rien écrit de ce que je voulais écrire, rien du tout. Vous pouvez très bien vous raconter que vous êtes heureuse. Nous savons tous les deux que ça n'est pas vrai. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous le savez très bien. Peut-être qu'un jour vous apprendrez à aimer votre musique. Ne gondold, oh, hogy tiéd a világ. Nem fog mindig a szerencse könyörögni hozzád. És ha még most tiéd a szó, ne hidd, hogy így marad örökre. Ajánlom tűnélem a szívből sietve. Oh, ne hidd azt, oh, hogy letagadható ez az. Mások dolgoznak helyetted, mint szerepedet játszott. Egész más, most ez a világ, jobb lesz, ha végre már megérted. Az idő lassan, lassan eljárt veled.
volt ilyen a világ. Nem fog mindig a szerencse könyörögni hozzá. És ha még most ilyen a szó, ne itt, hogy így marad örökre. Hajnálom tűnjél el a szívről sietve. Hő, ne itt az, ó, hogy letagadhatod. Már megérted, az idő lassan, lassan eljár akkor a folytatásban egy igazi diszkó klasszikussal megyünk tovább, mint mindenki ismer. First time was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned to get along. And you're so bad from outer space, I just walking in to find you with a look upon your face. I should have changed the simple life, I should have made a little key. And I know just one for a second you'll be back to bottom of me. Cause now girl, what gotta do? Just turn around now, cause you're not welcome anymore. Weren't you one to try to hood me goodbye? Do you think I crumble? Hooding your lead and die. You know that I, how we survive? As long as I know I love. Life. I've got a mouth to live, and I've got a mouth to give. I will survive, I will survive. It's a color string I had, not to fall apart. Kept trying hard, I'm in the pieces of my broken arm. And I spent so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. And you see me, somebody new. I'm not the chink of little person still in love with you. Just a fella dropping in, I just accepted you be free. Now I'm saving all my love for someone who's loving me. Good night, dude. What gotta do? Just turn around now, cause you're not welcome anymore. Weren't you one to try to hood me goodbye? Do you think I'm crumbled? Do you think I'll lay down and die? Do you think I'll be survive? As long as I know I love, I do see life. I've got a mouth to live, and I've got a mouth to give. I will survive, I will survive, yeah.
to do. Just turn around now, cause you're not welcome anymore. Or don't you wanna try to hurt me goodbye? Do you think I'm crumbled? Do you think I'll lay down and die? You know that I will survive. As long as I know I'm love, I will see life. I've got all my love to live, and I've got all my love to give. I will survive, yeah. És hát akkor most próbáljuk meg együtt, ez a nananázás, ez már megy nekünk, ugye? Na, 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 na. Na, na. Na, az az. Az igen. Na, mi? Na, 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 na. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk most is veletek. És hát a folytatásban még egy ismert dal következik. Szerintem ennek is mindenki tudja a szövegét, nyugodtan lehet jó hangosan énekelni. Valahol egy lány hófehérben jár, hű a legszebb messze föl. Hívja őt egy nap az öreg király, feleségül de így szól a lány. A király nem leszek, akkor inkább elmegyek, elmegyek. Soha vissza nem jövök, nem jövök már. A király nem leszek, akkor inkább elmegyek, elmegyek. Soha vissza nem jövök, nem jövök már. Lány feketében jár, arca sápa, nem beszélhet. Hívja őt egy nap az öreg király, király. Hova menni, szép leányom, gyere hozzám. A király nem leszek, akkor inkább elmegyek, elmegyek. Soha vissza nem jövök, nem jövök már. A király nem leszek, akkor inkább elmegyek, elmegyek. Soha vissza nem jövök, nem jövök már. Lány, sehova sem jár, szív titokban eltemették. Hívja őt egy nap az öreg király, szörnyű mérges, hogyha nem jön, mit szed mást? Na, jön, hogy! A király nem
leszek, nem leszek. Akkor inkább elmegyek, elmegyek. Soha vissza nem jövök, nem jövök már. A király nem leszek, nem leszek. Akkor inkább elmegyek, elmegyek. Soha vissza nem jövök. Na próbáljuk meg együtt, szerintem mindenki tudja a szöveget. Gyere, hogy! A királyé. Ez az. Soha. Hú, de jól megy ez. Na, akkor egy kicsit hangosabban, hogy a királyé. Akkor soha. Így van! Na, gyere még! A királyé nem leszek, nem leszek. Akkor inkább elmegyek, elmegyek. Soha vissza nem jövök, nem jövök bár. A királyi nem leszek, nem leszek. Akkor inkább elmegyek, elmegyek. Soha vissza nem jövök. Na és akkor hadd lássam a kezeket a magasba. Hogy gyerek! Ó, ó, valahol így van ez, valahol így van ez jó. Gyere mindenki! Ó, ó, valahol így van ez, valahol így van ez jó. Na gyere még! Köszönjük szépen! És hát hölgyeim és uraim, akinek van kedve táncolni, az most kipróbálhatja, hogy mennyire jól tud twistelni. Well, let's twist again, like we did last summer. Here, let's twist again, like we did last year. Do you remember when the things were humming? Yeah, let's twist again, like we did last year. Well, round and round and up and down we go again. Oh, baby, let me know you love me so. Let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Ez az, gyere! Lehet az oldalt megbújó táncosokhoz is csatlakozni. Gyors kérdést szeretnék csak föltenni. Na mi ez a tánc, fiatalok? Talán rumba?
Talán szamba? Talán mambo? Hát akkor mi ez? Twist! Én lesz visszügén, lágrilászám. Én lesz visszügén, lágrilászív. Do you remember when the things were ramen? Én lesz visszügén, lágrilászív. Love me so day. Let's twist again, like relax summer. Yeah, let's twist again, like relaxing. Yeah, let's twist again, like relaxing. Yeah, come on, let's twist again. Twist and tell me it's you. És hát akkor a folytatásban egy kis 80-as évek Magyarország. És akkor táncoljunk még egy picit. Ma este végre a sarkamra állom, az lesz a program, amit én akarok. Elég a sok hopos véleményből, ez egyszer csak magamra hallgatom. Egy ilyen vágó Petinek Riszkóban a helyen, ahol a lányok táncra hívják. Ne kérje senki, hogy otthon üljön, mint egy rendes srác az iskola után. Forró a szíve, nem tud várni, de zseg a vére a zene után. Nyitva az ajtó is hatalmas a tömeg, üvölt egy dal, ez a kedvenc lemezem. Táncolj, gyere, táncolj még, ez a rejtel, a kiszakája csak a mi. Gyere, táncolj még, ne kérde soha senki, de ki vagyok én, ülej még. Úgy vártam rég, ülej még, úgy vártam rég. Senki, hogy otthon üljön, mint egy rendes srác az iskola után. Forró a szíve, nem tud várni, bezseg a vére a zene után. Nyitva az ajtó is hatalmas a tömeg, üvölt egy dal, ez a kedvenc lemezem. Táncolj, gyere, táncolj még, ez a rejtem, a kiszakája csak a mi. Gyere, táncolj, gyere, táncolj még, ne kérde soha senki, de ki vagyok én, ölel még. Úgy vártam rég, ölel még, úgy vártam rég. Gyere, táncolj még, ez a rejtem, a kiszakája csak a mi. Gyere, táncolj még, ne kérde soha senki, de ki vagyok én. Gyere, táncolj még, ez a rejtem, a kiszakája csak a mi. Gyere, táncolj még, ne kérde soha senki, de ki vagyok én, ülej. Úgy vártam rég, ölel rég, úgy vártam rég. Köszönjük szépen! És nyugodtan, tessék ide jönni előre táncolni. Parabalalabamba, parabalalabamba, so necessit una poca di gracia, una poca di gracia, so mi parti, ay arriba, ay arriba, ay arriba, por ti seré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán. Ba ba mamba, ba ba mamba, ba ba mamba, ba ba. Para balala mamba, para balala mamba. Se necesito una poca de gracia,
casa mi partía y arriba y arriba. Mi partia e arriva e arriva, ai arriva e arriva, por ti sere, por ti sere, por ti sere, ba ba la mamba, 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 ba ba la mamba. Ba ba la bamba, ba ba la ba. És csavarjuk fel azt a bizonyos szőnyeget. Na gyere vagy! Csavard fel a szőnyeget, míg ma ilyen. Csavard fel a szőnyeget. A bútorok gyorsan tótszert a széjjel, nem fíj, baj nem lehet. Most el a lábád, nyisd fel a zongorát, a zene szóljon, szálljon az éjjel át. Tüntesd el a rendet, megtörjük a csendet, csavard el a szűnyeget. Alszik már a város, a lábád, hogy ne csend van az utcán lent. A fénycsigorgás megszűnt, a villamos a csenget, szép furcsa hangot rej. El a kódít, csendet tett a hideg ráz. Az ajtón visszhangzik már a lépcsőház. Nem törődünk bele, nem szólok ma bele. Csavard fel a szűnyeget, hogy régen várom a percet már. Ma este végre minden a fején áll. Egész éjjel még a lakás, csak holnap lesz a nagy takarítás. Gyerünk, gyerünk, táncolnék vele. Takarítás. Gyerünk, gyerünk, táncolnék alá. Este végre minden a fején áll. Egész ilyen még a lakás, csak holnap lesz a nagy takarítás. Gyerünk, gyerünk, táncolnék vele. Csavard fel a szűnyeget, még ma éjjel. Csavard fel a szűnyeget. A bútorok egy gyorsan tótszert a széjjel. Nem fíj, baj nem lehet. Hozd el a lámpát és fel a zongorát. A zene szóljon, szálljon az éjjel át. Tüntesd el a rendet, megtörünk a csendet, csapd el a szűnyeget! Köszönjük szépen! Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében, ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra segítségével a nap minden percében biztonságban tudhatja azokat,
akik igazán fontosak önnek. A korszerű jelzőeszköz egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosora.hu weboldalon.